A mai videó egy nagyon különleges videó, ugyanis be fogom mutatni az összes létező alfabet lore betű mobot a Minecraftba. Hogyha már tetszik az ötlet, akkor csapass meg azt a lájkot, és írd le a komment szekcióba, hogy ezek közül a betűk közül, azaz az összes létező betű közül mi a kedvenc betűd. Írd le a komment szekcióba, és a legjobbakat be fogom szívelni. Na vágjunk is neki! Na kezdjük is el, az ABC szerint fogunk haladni. A, B, C, D, E, F, G, G. Hát, ugye magyar betűk nincsenek benne, de hát persze az alfabet lore-ban nincsenek magyar betűk. Úgyhogy nézzük is meg, hogy az A betű milyen. Na gyere A! Ej, szevasz, szevaszé! Ő nagyon laza, szevaszé! Nézzétek meg, milyen királyom meg van csinálva, és miközben lépked, ahogy látjátok, ide-oda biceg. Ide-oda biceg, bicegél! Jaj, bocsánat. Ja igen, és nem löködik hátra. Látjátok? Ugye elég kemény betű, alatt nem löködik hátra. Most nem tudom, hogy a többi betű se löködik hátra. De őt, ahogy látom, ő nem löködik hátra. Na nézzük, a B betű. Na lássuk, ez már a B. B. Ó, ő ilyen lézi, ő ilyen lusta. Azt a... Ez hogy lépkedsz? Középen elgörbülsz? Igen, mindegyiknek megvan a más... Maga a tulajdonsága, amivel jár, ahogy látjátok, az A az így biceg, a B meg így középen behajlik, mint egy ilyen hajlítatós telefon így középen, vagy én nem tudom micsoda. B! Ja, téged se lehet hátralökni, de amikor megütjük B-t, akkor látjátok, itt középen görbül el. Na jó, bocsi B, hogy megütögettelek, most jöhet a következő! Az pedig a C lesz! Ho! Szevaszi! Már vártalak téged. Hé, ne menj el. Hé! Ő is másra sétál, ahogy látom, ő pedig középen görbül el. Na, ó, igen, igen, úgy sétál, ahogy megütöd. Körülbelül, mert hogyha A-t megütöd, akkor így oldalra, aha, akkor oldalra biceg, ahogy sétál, aha. Jó, egyelőre van egy ABC-ink. Szerintem, hát én nekem egyelőre szerintem az A eddig a kedvencem. Ő eddig a legmenőbb. Na nézzük a következőt, az pedig a D lesz. Di! Na ő ilyen vicceskedős, ő ilyen vicces, benne van a hangjában, hogy vicces, így di! Ő ilyen vicces, ő laza, a másik meg ilyen lusta, a C pedig ilyen agresszívabb, ilyen si, hogy izé beszóltál, vagy nem tudom milyen. A D meg ilyen full izé vicceskedős, neki olyan feje is van. Ha őt megütöm, akkor így biceg, és bicegbe megy, ő nem középen hajlíthatós telefonnak néz ki. Na jó, nézzük meg az E betű vajon mit tud. Hoppá! Na ő most már második kedvenc, ez milyen király már. Szevaszi. Ojojoj, tudjátok melyik betű jön? Dam 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 dam. Jön az F betű, bizonyám, jön az F betű. Csak hogyha az F betűt lerakom, akkor mindegyik elkezd küzdeni vele. Nem baj, skacok, küzdjétek le. Hajrá, hajrá, hajrá. I az már harcol, F-fel gyerünk. Gyerünk, skacok, gyerünk. D az meg elmegy. D az elrohan. Mi? Csak elveszi fel a harcot vele? Ne. I. Szurkoljunk I-nek. Írjátok a chatbe, hogy I. E betű. E betű. Hajrá E betű. Írjátok chatbe. Hajrá E betű. Léci. 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 Na jó. Segítünk. Jön G. Gyerünk G. Támadj. G. G. Halló. G. Segíts már. Ne. Mindenki cserbe hagyja I-t. Miért hagyjátok cserbe? És most megöl mindenkit. Nem, hogy együtt mentetek volna rá. Ó, G. Te megoldottad! Ő ilyen nagy vagány, biztos azért nem támadott neki, mert tudta, hogy együttésből megöli. De amúgy lesebezte. Lesebezte így, úgyhogy ügyes volt. Amúgy G is nagyon jól néz ki, G is ilyen laza. Ő össze lehetne tenni, melyik a másik laza? A B volt? Nem, ő az alvós volt. Majd írjátok le, melyik volt a laza. Na nézzük a következőt, az pedig a H betű lesz. H. Oh, ez egy szellem. Miféle dolog ez? H. Mi van veled? Ez ide... Halljátok, ez nagyon menő, így lebeg. Ó, hecs. Nagyon király. Jézusom, és áttetsző, ahogy látom. Nagyon király, és... Vajon ő sebzi F-et? Megtámadja F? Hát is? Hát is megtámadja F! Micsoda? Hát én azt hittem, hogy ő mivel szellemes, ezért gonosz. Úristen. Bármit tudtok a betűkről, azt írjátok le a kommentben, mert minden többet meg akarok tudni róla. Jó, üssed H betű, üssed, gyerünk G, segíts neki G. Na mindegy, amíg ők küzdenek, azért megnézzük a következő betűt, ami az I betű. Háj, jaj, ilyen cukkendári, cuki. Na ilyen nagyon aranyos, őt nem hiszem, hogy fel tudná venni versenyt F ellen. Oh, ne, hát megölte. G, menekülj G. Jaj, háj, ne, de, ha! Na látjátok, kicsi a bors, de erős.
Sok kicsi, sokra megy, ügyes vagy, I betű, de amúgy a H is lesebesz, de I betű, nagyon ügyes vagy, büszke vagyok rá. Na nézzük a további betűket, amik itt vannak az inventory-ben, de amit már kipörgettünk, vagy kinyitottunk, vagy leraktunk, tudjam is én. Megnézzük a többit, ami ide be van rendezve. Még van jó pár, úgyhogy maradjatok itt végig, nézzük meg a többit, nézzük meg a J betűt. Ohoho, Jay! Szevasz, Jay! Jay, ne menj el! Hova mész? Barátkozz össze ezzel a tehénnel, Jay, mit szólsz hozzá? Jay. Na jó, nézzük a következőt. Ez ilyen lila betű. Ez a J eddig a legilyen... semmilyen nem. Ez egy micsoda? Ez egy micsoda? Van egy szúnyog feje van, vagy légy feje van a K-nak? Hogy megy? Hogy megy? Ugye a K-nak a két végig egy elkezd mozogni, mint hogyha ezek lennének valami végtagjai, vagy... Azt a... Tudjátok, a K az olyan, mint az oké, okay, és ezt tudnám válaszolni, így üzen nekem valami, és így írnám neki, hogy... Írják nekem, hogy mit tudom, hogy menj le a boltba, én megint mondom, hogy... De... Jó van, ez már a K-k háborúja, a K-k lázadása. Várjátok, egy F-et mindig elő kellene vegyünk, hogy így le tudjuk sebeztetni a K-kkal. Elő is veszünk egy F betűt, egy F betűt, itt is van az F betű, és megnézzük, hogy mit tudnak a K-k. Támadnak a K-k! Gyerünk, K! Várjál, a K-k is az F-ek háborúja! K-k is az F-ek háborúja! A K-k is az F-ek háborúja! Már évezredek óta folyik közöttük a háború. Mit sem sejtve, de a K-k megszaporodtak, és az F-ek is megszaporodtak, és így leküzdik egymást, nem tudom, hogy kik fognak nyerni, de addig lerakom a többi betűt. Oké, és kacok? Remélem, hogy a K-k fognak nyerni. Gyerünk, K-k! Na jó, nézzük meg! Jó, itt a Lazael! Itt a Lazael! Na, szeva, haver! Mizu van? Mi a stájsz? Mi van el? Mész segíteni a többieknek? Gyerünk el! Bízok benned! Jó, rakok le még egyet. Fú, ezek az ellek, ezek nagyon lusták, nem csinálnak semmit. Na jó, nézzük meg az M betűt. Na ő a menő, azt tudom! M betű, gyerünk M! Gyerünk M, na ők már támadnak. Na M az már tökösebb. M, az F-ek meghal... Jaj ne, a K-k azok gyengék, az F-eket... Az F-ek legyőztik a K-kat. Ne, és még az eső is elerett, ez valami égi jel, vagy nem tudom. Inkább elállítom az esőt. Nézzük meg az M betű. N! Szevasz, te vagy M-nek a testvére? N és M. Hát végül is oda is jött M-hez. Ja, jóban vagytok eléggé. Na nézzük meg az O betű milyen. Igen, ez ilyen gurul vagy, ezt tudom. Menjél, sétál jó! Jézus Mária! Ez ilyen satisfying volt. Na nézzük a P betűt! Pi! Ő a csajszi. Nézzétek már! Itt vannak a lányok, skatok! Ez már lassan megbolondulás. Megbolondulás az alfabet lore-ra. Nézzük a Q betűt. A Q betű milyen? Ez egy csiga. Ez olyan, mint a Spongyabobba a csigusz. Száva csigusz! Te felveszed a versenyt F-fel? Gyerünk F! Csigusz! Csigusz, bízok benned! Csigusz, támad! Adas! A csiguszok legyőzik F-et, én azt mondom. Csiguszok legyőzik F-et? Egyszerre csak egy tudja támadni, ahogy látom. Jézusom. Az F-ek azok nagyon fellázadtak, de szerintem nem nyerhetnek, mert ott vannak az O-k. Na nézzük a következő betűt, ami az R lesz. Jaj, arra megyek, mert nem hallok semmit. Atya úristen, Jézusom. Olyan, mint van, hogy szamár, vagy ló. Atya úristen, de ez is ilyen vicces arca van amúgy. Na nézzük a többit. Még van hátra, nyugis kacok. És már nem tudom, hogy milyen sorrendben volt, de talán, igen, még az J-bet. Ja, ezt már megnéztük a J-betűt. Igen, ebben a sorrendben volt. Ja, én nem értettem, miért maradt ott egy. Nem tudom, hogy miért maradt ott. Na mindegy, nézzük a többit. Most jönnek a legizgalmasabbak, az utolsók, azok nagyon menők lesznek. Azt tudom, az X is menő. Láttam a sorit. Na nézzük, S betű. S. Hát igen, ez egy kígyó. Kígyó S. Várjatok, állítok egy nappalost. Kígyó S. S. Nagyon szép.
Hogy sétál? Hogy sétál? Képzeljétek már el egy sétáló kígyót, ami így sétál. Elkezdeni sétálni. Nem csúszna, hanem sétálna a kígyó. Haláli. Nézzük a T betűt. T! Ez valami, izé, úgy néz ki, mint egy, ha van kopoltyúja, olyan, mint egy ilyen, tudjátok, egy ilyen cápa, de nem az sima cápa, hanem van az a fura szemű cápa. Nem tudom, láttatok már ilyet, na arra hasonlít. De ez ilyen meg van ijedve ez a T betű, rendesen ilyen meglepődött arcot vág, vagy ilyen megijedt arcot vág, vagy tudjam is én. Jött az U betű, ez a meglepődött, nem a másik, az úristen, mi történik, jöhet a V, a V! Jaj, hát ez ő a legboldogabb esküszöm az összesküszöm. Ez az! Mindegyik jelképez egyébként valami érzést, hogy boldog, szomorú, kígyó, mit tudom én, mindegyiknek megvan a maga kis karaktere, nagyon király, nagyon király, és egyébként nagyon jól meg vannak csinálva a textúrák is. Nézzük a dupla V-t! Jaj, várj, ezt arrébb is megyek, mert nagyon jó hangja van, elmegyünk oda a jegekhez. Mi a már R betű, az már jószik? Te már ott elnyaralgatsz itt a izé. Ja, ide jössz nyaralni a izé a jégkorszakhoz, ugye? Na gyere! W! Ez olyan, mint a H-nak lenne a haverja. W! Ez ilyen para. Ez ilyen érzelemmentes, ilyen para fejet vág. Ilyen W! És ilyen ikrek. De ekkora kreatív már. Hogy nem egy V, hanem kettő, és akkor már ikrek. Áááá! Isteni! Na nézzük az utolsókat! X! Na ő! Na majd megnézzük, hogy mit csinál az F-ek ellen. Így nagyon menő, ő egy igazi ninja, és körbe van fonva pánttal, és aha, nagyon királyú nézek ki. Nézzük az Y-t. Váj, azt mondja, hogy miért? Ja, na, megkérdőjelez innent. Miért? Miért? Na jó, nézzük a Z betűt, az utolsót, lássuk! Atya úristen, ez valami szörny, így felül meg alul van a izé középen meg. Majd írjátok le a komment szekcióban, hogy melyik karakterek gonoszak, meg melyikek nem gonoszak, meg kik vannak együtt, vagy mit tudtok róluk, írjátok le. Fú, én már csináltam itt egy egész alfabet lore várost konkrétan, itt csinálhatnék nekik házakat, meg ilyenek. Na jó, és akkor most utoljára megnézzük az F-ek háborúját, a végső háborút, a mindenki ellen, a mindenki ellent. Na nézzük, hol van F betű, fekete tojás, és lássuk az F-ek háborúja! Gyerünk, skacok, le tudjátok győzni őket! Na hát lehet, hogy túl sokat raktam le, atya úristen. Na jó van, amíg ők ezt leküzdik, addig köszönöm szépen, hogy jutottatok velem, dobjatok egy óriási lájkot, ne felejtsetek el ide is feliratkozni, mert itt is lesznek nagyon király tartalmak, Pinkivel is, egyedül is, mindenkivel, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy jutottatok velem, én Black voltam, legyetek jók, sziasztok!